Üdvözlöm a kedves nézőket a Lólépésben Sak magazin júniusi adásában. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok. Sajnálattal kell közölnöm, hogy állandó műsorvezetőtársam Varga Péter nagymester nemzetközi mester hiányzik mellőlem. Ő nem tud most itt lenni. Tudni a Mitrópa kupára vitte, vezeti a magyar válogatottat. Ez a Mitróka, Mitrópa kupa mi is? Huszonvalahány évvel ezelőtt a Német Sakszövetség kereste meg az Európai Sakszövetségeket annak érdekében, hogy egy közép-európai sakkupát Mitrópa kupa néven megrendeznének és honosítsák meg. Kérték az Európai Sakszövetségeket, hogy a lehető legerősebb válogatottakat állítsák ki a Mitrópa kupára. Ebből fakadóan ez a Mitrópa kupa nem csupán mondjuk hogy a visegrádi négyeknek a találkozója, hanem itt nem igazán közép-európai országok válogatottja is játszanak, így például az alapító német válogatott, illetve játszik az egyébként igen erős olasz válogatott is, és még nagyon sok más válogatott. A Mitrópa kupán a fiaink, hiszen a magyar második nemzedék a húsz év körüli fiatalok, a jövő válogatottja, a jövő olimpikonjai játszanak a válogatottban, nagyon jól állnak, érmes helyen állnak. Mire a következő műsorunkat fogjuk felvenni, addigra már lezáródik a Mitrópa kupa, és bízok benne, hogy éremről, mégpedig fényes éremről tudunk majd beszámolni, hogy a magyar 20 év körüli fiatalok felborítják a papírformát, és szép érmet szereznek. Eljött az az idő, tehát amikor nem megyénk játékosainak a partijairól tudunk beszámolni, megyénk sakkozóit szeretnénk bemutatni, hanem lehetőség van arra, hogy a sakvilág legjobbjainak, esetleg a régmúlt vagy a közelmúlt legjobbjainak az alkotó művészetét mutathassuk be. Péter nagymesterrel konzultáltam, és kiválasztottuk közösen egy ősrégi partit, ami, ami a Grünfeld védelem ö, megnyitás elméletének kidolgozása szempontjából óriási jelentőségű volt. 1965-ben járunk, tehát 53 évvel ezelőtt játszott parti. Ekkor már két éve világbajnok Csigrán Petroszján avastigris, és... Ö, a sakvilág igen kiterjedt versenyrendszerrel választotta ki a kihívónak a személyét. A világ fel volt osztva úgynevezett zónákra, sok ország alkotott egy zónát, az országok bajnokságain első, második, harmadik helyezettet jutottak tovább a zónaversenyre. Akik a zónaversenyen élen szerepeltek, azok juthattak tovább a zónaközi döntőre, ekkor két zónaközi döntőre volt felosztva, a világ, a zónaközi döntők első helyezetjei pedig ö, büszkén viselhették a világbajnok jelölti címet. A világbajnok jelölteket összesorsolták egymás elleni páros mérkőzésre, és aki nyert ezen a mérkőzésen, az tovább jutott, aki pedig vesztett, az kiesett. Nos, éppen egy ilyen világbajnok jelölti páros mérkőzésen vívott partinak vagyunk a szemtanúi, néhány szót mondanék a játékosokról. A világos figurákat Jefim Petrovics Geller vezeti, az a sakkozó, aki hatszoros világbajnok jelölt volt. Jellemzői volt a Gellernek a taktikai találékonyság, erőssége volt a hosszan kiszámítható változat, és igen komoly elemző munka feküdt Geller minden teljesítményében. Őt, mint Petrovicsot, a bajnokok rémének is nevezték, azért, mert Jefim Geller, bár világbajnok sosem volt, és még világbajnoki döntőt sem tudott játszani, több évtizedig volt a világ közvetlen élvonalában, és majdnem minden világbajnokkal szemben pozitív volt a mérlege, tehát a világbajnokok többségével szemben több partit nyert, mint vesztett. Ezért nevezték őt a bajnokok rémének. Egyébként magával Bobby Fischerrel nem, szemben nem volt pozitív a mérlege, hanem 50 os volt, tehát ugyanannyiszor vertenek Fischert, mint ahányszor kikapott Fishertől. A sötét figurákat pedig egy korábbi világbajnok ö, vezeti, egy ex-világbajnok, akinek a neve minden sakkozó számára ismerős, Vasili Vasiljevics Smyslov, aki óriási pozíciójátékos volt, és mint Kasparov megállapította, iszonyúan erős taktikus is volt. 1965-ben még a Grünfeld védelem elméletét nem dolgozták ki, annyira, mint mondjuk 10-20-30 évvel később, tehát ekkor még az elmélet gyerekcipőben járt. Játszották a Grünfeld védelmet már a 30-as években is, tehát korábbi időszakokban is, de ekkora terjedt el annyira a versenygyakorlatban, a 40-es, 50-es, 60-as években, a második világháború után, hogy a világ legjobbjai, a legjobb nagymesterek partikban ö, ellenőrizték az otthoni, elemzéseknek a gyümölcsét, és ezek alapján sikerült megalkotni a Grünfeld védelemnek az elméletét. Ez a parti egy mérföldkő volt véleményem szerint a Grünfeld védelemben. Lássuk tehát akkor a partit. A mér, világbajnok a világbajnok jelölti mérkőzés ötödik partiában járunk. Geller vezeti a világos figurákat és D4-gyel nyitott. Smyslov igen nagy megítási repertoárral rendelkező játékos, játszott ő vezércset, nagyon sokat csigorin védelmet, tarras védelmet, tarras védelem ellen is, ő egy univerzális széles palettájú megítási repertoárral rendelkezett, ekkora divatossá váló Grünfeld védelmet vállalta fel, tehát Huszár F6-ot húzott, Geller C4-et húzott, amire G6 következett. Világos Huszárt C3 lépésére sötét választhat, ha D6-ot lép, akkor a királyindiai védelembe terelheti a játékot, ezt Smyslov keveset játszotta, ő inkább D5-öt játszott, és egy ö, általa ekkor már elég sokat játszott védelembe, a Grünfeld védelembe terelte a játékot. Hogy Smyslov nem volt kispályás, a Grünfeld védelemben mi sem jelzi, hogy, mint hogy ekkoriban már a Grünfeld védelem egyik fő rendszere a Smislov változat nevet viselte, tehát névadója is volt ezen megnyitás egyik rendszerének. Geller úgy gondolta, hogy nyilván az otthon hetekkel, hónapokkal azelőtt kidolgozott recept szerint, az úgynevezett képző Grünfeldbe tereli a játékot. Tehát itt világosnak lehetősége van huszár F3-at húzni, lehetősége van futó, futó G5-öt húzni, és sok más E3-at húzni, nyugatrendszerbe terelve a játékot, Geller azonban a rá jellemző dinamikus állást kívánta elérni, beütött D5-re c 4 d 5 Egyértelmes válasz lehetőség van erre, Huszár F6-D5. Na most, amikor kialakult a Grünfeld védelem, úgy gondolták, hogy ez a rendszer világos számára kedvezőbb, mivel hogy világos E2-E4-et húz a gyaloggal. Ha a sötét a lovát visszateszi F6-ra, akkor mit sem ért el az egésszel, hiszen világos a D4 és N4 gyalogokkal megszerezte a centrumot, térelőnyt ér és a G7-re fejlesztendő sötét futója sötétnek akadályokba ütközik. 1959-ben játszották a, a Portis Lajos Szabó László partit, amikor is Szabó nagymester a Huszárral D5-ről. B6-ra vonult vissza, és ez a parti szintén mérföldkőkként vonult be a megnyitás elméletbe, passzív állásra kényszerítette port is a háromszoros világbajnok jelölt Szabó Lászlót, és 20 valahány lépésben Szabó nagymester ki is kapott fénykorában egyébként, ekkor ő még fénykorában volt Szabó nagymester, nem is volt szabad egy olyan dinamikus stílusú játékosnak Huszár B6-ot vállalni. Minden esetre a fő változat az, hogy Huszár d 5 C3, amire világos a gyaloggal üt vissza. Na most száz évvel ezelőtt azt mondták a megnyitás elméleti korifeusok, hogy világosnak határozott előnye van, hiszen szilárd gyalogcentruma van, és ez térelőny biztosít számára. Na most azóta a gondolat tovább fejlődött, és főleg Nimzovics óta a, a, hipermodernek dolgozták ezt ki, hogy és a hipermodernek között meg kell említeni a magyar Breyer Gyulát is, Szóval a hipermodernek megmagyarázták, hogy nincs itt semmiféle előnye világosnak, látszólagos a, a centrum fölény és látszólagos a térelőny, ugyanis sötét állásában nincsen kifejezett konkrét gyengeség, és sötét a későbbiekben aláaknázza a centrumot, és megbontja majd a világos centrumnak a szilátságát. Erről szól tulajdonképpen a Grünfeld Védelem Centrum rendszere, tehát sötét nem azonnal húz D5-öt, és megveti a lábát D5-ön, egy, mint egy klasszikus vezércselben, legyen az C6-tal vagy E6-tal alátámasztott, hanem átmenetileg átengedi a centrumot a világos gyalogoknak, és később aknázza azt alá. Hát természetesen futó g lépett sötét, itt már egy tapasztalt sakkozó, aki nem ismeri a Grünfeld védelmet, láthatja, hogy sötét Sáncolni készül, majd C7C5-tel akarja megbontani a világos gyalogcentrumot. Futó C4 következett. Ez még egy Aljahin világbajnoktól eredő lépés, még a 30-as években ö, találták ki, és Aljahin világbajnok népszerűsítette ezt a futó C4-et. Ez a futó nagyon jól áll, ö, kacsint az F7 pontra, ami bizonyos támadási rendszerekben ö, ö, igen fontos. Az F7 pont a sötét állásában, az F2 pont világos állásában a leggyengébben védett mező és nem mellesleg aláhúzza D5 pont birtoklását világos számára. Sötét azonnal C5-öt húz, és azt mondja, hogy ő már a C5 gyaloggal, a D8 vezérrel és a G7 futóval támadja a D4 pontot, és megkéri szépen világost, hogy védje meg még valamivel a D4 mezőt, hiszen világos csak a C3 gyaloggal és a D1 vezérrel védi azt. Ezek után Huszár E2-t húzott ö, Geller, a meggyitás elméletben akkoriban még a Huszár E2 volt csak divatban, a Huszár F3-at nem szerették, mivel arra a futó G4 kötést sötétre előnyösnek tartották. Utóbb a 70-es, főleg a 80-as évek elmélete már bebizonyította, hogy ö, világos számára ez előnyös rendszer is lehet, illetve semmiféle veszélye nem lát, nem jár, sötétnek nincs semmiféle hátránya, illetve előnye ebben az állásban, de hát az a megnyitás elméletnek a további boncolása eredményeképpen jött létre. Tehát huszár után sötét sáncolt, és világos is sáncolt. teljesen természetes, hogy mivel a harc a d4 ponton kulminál, ö, sötét huszár c6-ot húzott. Ezzel egy huszár c6, ezzel egy negyedik figurát ö, vetett be a d4 pont elleni támadásba, és ö, és elé állítja világost, vagy védi tovább a d4 pontot, vagy pedig D5-től, amire megbomlik a gyalogcentrum egysége, és lehetséges huszár A5 is, huszár E5 is, ez a későbbi évtizedeknek a megnyitás elméleti termése volt a D5, akkoriban még ilyet nem játszottak, hanem futó C1 E3-mal tartotta világos a centrumot, tehát futó E3. Itt ebben az állásban lehetséges az egyik fő rendszer a futó G4, ami természetesen ugye a D4 pont elleni támadás, hiszen hogyha ha világos mondjuk H3-at húzna, abban az esetben sötét leütné a futóval az E2 lovat, majd immáron négy figurával támadja a D4 pontot, megszerezné a D4 pontot és gyalogot is nyerne. Ezért kötelező az F3, sötétnek nem kell azonnal elvinnie a megtámadott futót, mivel hogy sötét először is beüt D4-re, és világos kénytelen a gyaloggal visszaütni D4-re, ha ugyanis a futót ütné F3 üt G4, abban az esetben sötét leütné az E3-on álló sötét futót, és világosnak szétesne a gyalog szerkezete, tehát C5 üt D4. Ezek után következhetne még huszár A5, és világos még mindig nem ütheti le a G4 futót, mivel arra sötét a lóval ütné világosnak a világos mezeű futóját, ezért kötelező a futó D3. Erre pedig a, a legelterjedtebb lépés volt a futó E6, amire különféle változatok születtek. Volt olyan, hogy bástyát tette világos A1-ről C1-re, előfordult a vezér A4 is előfordult például, D5 is, ez a híres Szokolszki támadás, Alkalmasít majd erre is mutatunk be mintapartikat, nagyszerű partikat, de nem ezt a rendszert választotta tulajdonképpen Vasszilij Vasiljevics Smyslov, hanem a tizedik lépésben Samkovics, Szovjet nagymester által bevezetett, vezér C7-et húzta. Ebben az a, a, veszély, hogy ha világos nem figyel, egy taktikai szúrása van sötétnek, ugyanis ha nem húz bástya ac 1 et abban az esetben ö, sötét a C gyaloga beüt D4-re, világos visszaüt, sötét a C6 huszára leüt, leüti a D4 gyalogot, majd a vezére kasszírozza a C4-en álló világos futót. Ezért tulajdonképpen sötétnek kötelező bástya AC1-et húzni. És erre természetesen folytatódik a Samkovics rendszer, tehát Bástya FD8. Világos ugye a vezérrel ellépett D8-ról, megszűnt egy tisztnek a D4-re pontra ö, nyomása, ezt a vezér D8-sal küszöbölte ki, és, ö, tehát pótolta a D4 pontot nyomó figurát, és ö, válaszút elé állítja a világost, hogy hogyan mint folytassa az állást. Ez az állás már rendkívül közismert és a versenygyakorlatban kipróbált állás volt. A későbbi években terjedtek el olyan folytatások, mint vezér D2, ezt valamikor a 70-es évek elején az örmény Rafael Vaganyan vezette be. A 60-as évek második felében Spassky világbajnok vezette be, Spassky későbbi világbajnok vezette be a vezér E1-et, és emlékezetes partiban verteszét például Bobby Fischer állását is, ezt a partit már korábban úgy emlékszem bemutattuk a tisztelt nézőknek. Minden esetre az ekkor divatossá váló Antosin támadást játszotta meg Geller, ami a stílusának nagyon jól feküdt, tehát F2-F4. Antosin egy orosz nagymester volt, annyira nem vált ismerté, tehát ö, gyalog F4, amire Smyslov nem megfelelően reagált. Ö, azért nem megfelelően, mert részben ennek a partinak a tanulsága képpen is, ugye a világbajnok jelöltek mérkőzésén vívott partit a a sakkozó közönség, a mesterek és a nagymesterek ö, kimerítően elemezték, és később 1966-ban sikerült bemutatni a javítást, ö, mégpedig úgy emlékszem, a magyar H. Gervin nemzetközi mester játszott a Cinnovicban ezt a partit, amikor is futó g 4 csökkentette a nyomást az F5 pontra, tehát lekötötte a, az E2 huszát, és ez ö, döntetlen álláshoz vezetett, tehát kiegyenlített álláshoz vezet Smithlow akkor még nem ismerte ezt a futó 4 tervet, és mechanikusan reagált az akkor már ismert Antosi támadásra, ehatot lépett. Azért is, mert ugye ebben a, az állásban a sötét, a c 8 álló világos futóját szárnyra kell, hogy fejlesz -e B7-re, és Smithlov azt gondolta, hogy e biztosítja az f pontot, és a későbbiekben pedig a világos centrumában a sötét mezőket kellően nyomás alá tudja helyezni. Tehát e Geller egy profilaktikus lépést tett, király H1-et. Arról van szó, hogy bizonyos esetekben a király G1-en úgy kaphat sakkot, főleg a vezértől, hogy az tempónyerő sötétre, ezért húzta ezt a lépést, és mivel már a vezér 6 semmilyen állásban nem lehetséges, ez főleg a, a vezér B6 a szokolszki támadásban patentje sötétnek, ezek után már akadálytalanul meghúzhatta a Szmiszlov a B6-ot, gyalog B7-B6, és ez, ez a lépés mutatja, hogy Smyslov úgy kíván felállni, hogy a sötét mezejű futóját B7-re helyezi, az a 8 bástyát C8-ra helyezi, nyomás alá helyezi a D4 pontot, és felszámolja azt. Természetesen Geller az előre elhatározottak szerint megindítja a támadását, F5-öt húzott. Ez a harc, ez a lépés rendkívül érdekes, ez az Antosin támadásnak a, a, meghatározó lépése, hiszen az F-gyalog azért nyomul előre, hogy megbontsa a sötét állást. Ezért a későbbiekben például Fischer is, vagy a magyar Adorján nagymester is F5-tel állította meg, sötéttel, F5-öt húzott és úgy állította meg a világos gyalogrohamot, annál is inkább, mivel hogy ezt az F5 lépést igazából annyira nem ajánlatos megengedni. Ha egy kicsit szemléljük az állást, akkor azt mondhatjuk, hogy meghatározó az állás szempontjából világosnak a C4-en álló futója. Az a futó még mindig F7-re kacsint, és hogyha sikerül eltávolítani az E6 gyalogot, abban az esetben a félig nyílt F vonalon, az efegyen álló bástya, alkalmasint majd a vezér is és a huszár is, e kettőről, amikor tovább fejlődik máshová, nagy támadást tud intézni a sötét királyállás ellen. Smithlov huszár A5-öt lépett. Huszár C6 A5, és ez a lépés rendkívül logikusnak tűnik, Smithlov rendkívül logikus sakkozó volt, azért is, mivel hogy előzi a félelmetes A2 F7 átlóról a félelmetes futót. Mégis az utóbbi elemzések kiderítették, hogy Smithlov rosszul döntött. A tábla mellett ezeket a, a, a hosszú lejáratú hatással bíró lépéseket egyszerűen lehetetlen kiszámolni, tisztelt nézők, tehát Szmiszlov a kultúrája a sakkérzéke alapján döntött, amikor a huszárral A5-öt lépett. Arról van szó ugyanis, hogy Szmiszlovnak meg kellett volna kíséreni huszár A5 helyett az egyaloggal beütni F5-re, tehát E gyalog üt f világos is üt F5 futó F5, és a félelmetes huszár G3-nak a bonyodalmait. Itt fenyeget igazából az, hogy a huszára beütünk f szétesik sötét gyalogállása, és világos mattámadást indíthat a sötét király ellen. Ennek a lépésnek a bonyodalmait természetesen lehetetlen tábla mellett kiszámolni a... Az 50 évvel későbbi szuperszámítógépek tudták olyannyira kielemezni az állást, hogy ez lett volna a helyes folytatás, ezt lehetett volna a ajánlani. Természetesen ezen a ezen a változaton ennek a lehetőségeit a másodpercenként 300-400 millió lépést megvizsgáló szuperszámítógépek jutottak csak dőlőre. Smyslov bár nagysága ellenére ezt ugye nem tudta, képtelen volt kiszámítani a tábla mellett, ezért lépte az egyébként nagyon logikus Huszár A5 lépést. Térjünk vissza tehát akkor a Huszár A5-höz. és később válik nyilvánvalóvá, tizenvalahány lépéssel később, hogy a huszár ott ragad a 5 és nem fog részt venni a továbbiakban a küzdelemben. Ö, futó D3-at kellett lépnie Gellernek, amire Smyslov beütött F5-re. Geller szintén beütött F5-re, amire Mislov a nagy átlóra állította a futóját, futó B7, és erre következett a vezér D2 ütegállítás. Nagyon szeretné kiemelni a sötét mezőjű futót a sötét királyállásból, erre bástya E8 következett. Huszár G3, természetesen, nem hagyjuk ott a huszárt, illetőleg F5 pontra hatványozunk, vezér C6-tal Szmiszlov matra állítja Gellert, amennyiben futó H6 következne, akkor futóüt H6, vezér H6, vezér G2 mattot adná Szmiszlov, ezért Bástya F2-vel jó előre megvédte Geller a királyállást. Bástya AD8-al Szmiszlov aktivizálta az utolsó tisztjét is, erre jött futó H6, most már lehetséges, Szmiszlov visszavonta a futót, H8-ra a csere ugyanis világosnak volna a kedvező. Geller támadása, függönyön gördül, vezér F4, bástya D7, huszár E4. Itt már ugye fenyegetett a rettenetes 5G6, majd huszár F6 sakbástya. Következett C4, tempónyerés, futó C2. Bástya D7, e amire Geller a bástyáját C1-ről F1-re tette, az F vonalon van az óriási nyomás. Bástya 4, következett, futó üte 4, vagyis gyalogüt G6. Itt most nem üthető le a bástyával az F4 vezér, mivel arra Geller gyalog G6 üt H7 mattot adná, ezért következett vezér, illetve következett F6 vezér G5-öt vá, válaszolt Geller, a vezér még most sem üthető, mivel arra bástya F8, bástya üt F8, bástya üt F8 mat volna lehetséges, ezért vezér D7-tel védte Szmiszlov a hetedik sort, király G1 következett, bástya G7, illetve futó G7, bástya üt F6, és a mattámadás szemtanúi vagyunk, bástya G4, és erre gyalog üt G7, király H8, és futó üt G7, vezér üt G7, bástya üt G4-re, a nagy Smyslov kezet nyújtott, mert ha leütné a vezért, vezér üt G4, arra bástya F8, bástya üt F8, bástya üt F8, király G7, H8 vezérréválás és mat néhány lépésben következne. Tisztelt nézőink, ennyi fért a mai adásunkba, remélem tetszett Geller ötletes játéka, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!